Köszönjük a bizalmat. Kedden a városi piacon adták át azt az új önműködő takarítógépet, melyet a Városgondnokság a városi piac üzemeltetőjeként a napokban szerzett be. A park fenntartás területén már használnak robotokat, a szakemberek azonban most elérkezettnek látták az időt arra, hogy az épülettakarítás területén is alkalmazzák a mesterséges intelligenciát. A 14,5 millió forintért beszerzett új kollégát egyelőre a piacon kísérleti jelleggel vetik be. Ott rendelkezésre állnak szélesebb terek, folyosók, ahol könnyebben tud mozogni, munkát végezni a gép, kiegészítve ezzel a kézitakarítók munkáját. Sajnos ő belőlük hiány van. Nagyon nehezen kapunk utánpótlást munkaerőből, és tényleg az ilyen úgymond monoton takarítási munkák, amihez nem szükséges kézi eszköz vagy beavatkozás, erre tökéletesen alkalmas ez a robot. A takarítógép zárás után felügyelet nélkül szenzorai segítségével a beletáplált térképek alapján dolgozik mostantól. Jelenleg ez a legmodernebb és legfelszereltebb öntanuló robot. Minden olyan elektronikával el van látva, ami a legnagyobb átjárhatóságot, legnagyobb lefedettséget és a legbiztonságosabb közlekedés jelenti. Tehát olyan radarok, olyan lézerszkenner kamerák állnak rendelkezés, amitől ez a robot, ez biztonságos lesz. Megáll, ha meg kell, kikerüli, ha meg kell, visszatalál, ha meg kell. Földes Péter hozzátette, a robot sokkal nagyobb hatékonysággal és erővel végzi el a takarítást, mint bármelyik másik gép. A takarítás végeztével feltölti magát árammal és tiszta vízzel, ráadásul 80%-os vízmegtakarítással dolgozik, a munka után pedig leereszti a szennyvizet is. Amennyiben a gép beváltja a hozzáfűzött reményeket, a Városgondnokság újabb beszerzésekkel könnyíti majd meg a különböző területeken zajló munkát.